Közéleti magazinunkat látják, köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban foglalkozunk a szekszárdi orvosi rendelő építésével, aminek a kormányhivatal szerint természetvédelmi akadálya nincs. Megnézzük, milyen bevételektől esnek el az önkormányzatok a rendkívüli helyzet miatt, és így mire számítanak az év hátra levő részében, valamint megismerkedhetnek a szekszárdi törvényszék új elnök helyettesével, Sárec Róberttel. Tartsanak velünk! A Tolna megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint nincs természetvédelmi akadály a Szekszárdon a Szabó-Dezső utcába tervezett rendelő megépítésének. Az erről szóló értesítés megérkezett a polgármesteri hivatalhoz, így Ács Rezső polgármester szerint rövidesen elkezdődhet az építkezés. Emelőkosaras autó segítségével vizsgálta át a fákat a Dunadráva Nemzeti Park természetvédelmi őre Szekszárdon a Szabó-Dezső utcában. Itt épülne az orvosi rendelő Európai Uniós pályázatból, amit már 2017-ben megszavazott a képviselőtestület. 4700 fő házi orvosi kiszolgálását végeznék itt. Február 10-én az éjjel Szekszárd tagjaiból álló gazdasági bizottság döntésével arra kötelezte a polgármestert, hogy írja alá a rendelő kivitelezői szerződését. Mindezek után az ész koncepciót váltott és aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy ne ott épüljön a rendelő, mert védett madarak fészkelnek a terület fáin. Egyeztetést hívtunk össze a Dunadráva Nemzeti Park szakembere, a kormányhivatal illetékese, a kivitelező és természetesen az önkormányzatnak a szakemberei. A Dunadráva Nemzeti Park szakembere egy daruskocsi segítségével alapos terepszemlét tartott, egy konkrét ténymegállapítást hajtott végre. A szakember több helyen is átnézte a növények lombozatát, csak egyetlen madárfészket talált. Teljesen üresen itt a fészek. Elmondások alapján, illetve a fészek jellege alapján is azt ki lehet jelenteni, hogy ez egy megyvágónak a fészke. A megyvágó egy védett madarunk egyébként, de mivel üres, most már biztos, hogy lakatlan a fészek. Előtte jó esélye lehetett benne költés, de mivel ugye június közepén vagyunk, most már biztos, hogy ennek a költésének vége van. És fészket le is hoztam a fa tetejéről, mivel most már nem minősül költőhelynek, és a Nemzeti Parknak az oktatási központjába kerül be oktatási bemutatási célzattal. A szomszédos háztömbben élők közül többen ellenzik, hogy itt épüljön fel az orvosi rendelő. Van, aki a közösségi oldalon ahhoz hasonlítja az építkezést, mintha a madarak házát rombolnák le. A madarak viszont nem úgy használják a fészküket, mint az emberek a házukat. A tojások kiköltésének idején és a fiókák kirepüléséig van rá szükségük. Fő célja igen, az a költés, ugye a tojásoknak a kikeltése és a fiókák fölnevelése. Amikor ezen túl vannak, onnantól kezdve ők ott hagyják a fészket és szétszoródnak a környéken. Korábban, amikor még azt hitték, hogy fekete rigó fészkel a területen, a Magyar Madártani Egyesület szóvivője azt mondta, hogy a madarak megtalálják a helyüket. Ha úgy teszik fel a kérdés, hogy a fekete rigó öngyilkos lesz-e akkor, hogyha ezt a fát kivágják, és ez a pár soha többet nem tud szaporodni, erre nagyon 1000% tudom mondani azt, hogy nem, mert hogy akkor fog találni 12, 24, 36 méterrel arrébb egy megfelelő helyszínt, akár fán, akár bokron, akár az épületen, például egy csatorna hajlatban. Élőhely a madaraknak az épületeket övező majd 1 hektáros területen és a szomszédos kórház több hektáros parkjában maradhat. A Dunadráva Nemzeti Park véleménye alapján végül a Tolna megyei kormányhivatal arról tájékoztatta a polgármestert, hogy nincs természetvédelmi akadálya Szekszárdon a Szabó-Dezső utcába tervezett rendelő megépítésének. Persze felmerül a kérdés, ha a helyiek nem szeretnék, miért nem keres másik területet a hivatal? Ács Rezső polgármester azt mondja, összesen már 9 helyszínt vizsgáltak, de a feltételeknek egyik sem felelt meg, a helyszín megváltoztatása pedig a projektet koordináló irányító hatóság szerint sem lehetséges. Már eleve a helyszín kiválasztás előtt ugye ez a 7. helyszín volt, most itt a zöldetetés folytán még a közgyűlések, utolsó közgyűlések egyikén felvetődött még 2 helyszín, azt is megvizsgáltuk, így már 9 helyszínnek a megvizsgálása történt. Közben kaptuk egy levelet, amelyet a kincstártól jött hozzánk, de a ZIH küldte ki, mely szerint az engedélyek mindent figyelembe véve nincs lehetőség arra, hogy más helyszínre áthelyezzük ezt a beruházást, nem is fért volna egy többi helyszínen egyébként. Tehát vagy itt megvalósítjuk, és el tudjuk számolni a pénzeket, és le tudjuk hívni a forrásokat,
vagy pedig a rendelő nem fog megépülni, és a forrásokat pedig el fogjuk veszíteni. Tehát arra lehetőségünk, hogy más helyszíneket még ezután kezdjük el keresgetni, lehetőség nincsen. Ami még fontos, ugye, hogy az ingatlan vásárlása, mert fölmerült ennek a lehetősége is, 2% volt ebben a projektben, könnyű kiszámolni, ez nagyjából 1,5 millió forint. Ennyiért pedig nem lehet vásárolni ingatlant, olyat, amiben el tudtuk volna helyezni az orvosirendelőt, hiszen alap követelmény volt az is, hogy önkormányzati területen valósuljon meg. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, mondjuk akkor vásárolni kellett volna ingatlant, erre pedig források és pénzünk nem volt. Ezek alapján tehát úgy néz ki, hogy vagy itt lesz orvosi rendelő, vagy nem lesz. Meg kell építeni a rendelőt, és meg lehet építeni a rendelőt. Ács Rezső polgármester határozott álláspontot képvisel abban az ügyben, hogy legyen-e új orvosi rendelője 4700 szekszádi lakosnak. Az építési engedélyt 3 évvel ezelőtt kapta meg a város. A munkaterület átadása 2020. februárjában történt. Ács Rezső polgármester viszont azt mondja, azóta különböző indokok alapján próbálták akadályozni a beruházást az éjjel szekszárd képviselői, legutoljára épp a védett madárfajok fészkelésével. A valamikori ellenzéki képviselők közül az elképviselő azt, hogy például megszavazta annak idején az orvosi rendelő megépítését, az idei esztendőben pedig gazdasági bizottság szintén jóvá hagyta a rendelőnek a megépítését. Úgy néz ki, mintha mi állnánk egymással szemben, pedig egy oldalon vagyunk, hiszen az ellenzék is támogatta ennek a beruházásnak a megépítését, amelyhez a munkaterület átadáshoz 2020 februárjában meg is történt tulajdonképpen. Aztán azóta különböző indokok alapján próbálták akadályozni a beruházást. Az utolsó az volt, hogy olyan madárfajok laknak itt, amelyek védettek, és emiatt nem lehet őket zargatni. Így körülbelül 2 hónap csúszásban vagyunk a tervekhez képest, ahogy szerettük volna megvalósítani a beruházást. 4700 embernek az orvosi ellátásáról van szó. Most a végső következtetés az, hogy most már nemzeti park bevonásra került, kormányhivatal bevonásra került, minden természeti hatóság bevonásra került, és megalapították, hogy nincsen olyan veszélyeztetett faj a fákon, amely megakadályozna a beruházás megvalósítását, tehát a végkövetkeztetés az, hogy az eredeti elképzeléseknek, az eredeti engedélyeknek megfelelően a beruházáshoz folytatható, és akkor megépülhet végre az orvosi rendelő itt Szekszárdon. Szerettük volna megkérdezni az éjjel Szekszárd frakció véleményét is az üggyel kapcsolatban, ők azonban nem akartak élni a lehetőséggel, így azt sem tudtuk megkérdezni, mi volt az oka, hogy februárban még a kizárólag észtagokból álló gazdasági bizottság biztosította a hiányzó 8,5 millió forintot az építkezéshez, a polgármestert kötelezte a kivitelezői szerződés aláírására, majd elkezdtek a megvalósítás ellen dolgozni. Ács Rezső polgármester szerint az ok az, hogy az éjjel Szekszárdnak nincs koncepciója és kapkod. Kicsit kapkodnak és nem tudják, hogy mit szeretnének. Tulajdonképpen az orvosi rendelő is ennek tudható be. Előtte ezt szükséges egyeztetést, én gondolom, a kormányhivatal lefolytatta, mielőtt kiadta a jogerős építési engedélyt, ami 3 éve kiadásra került, és aztán tulajdonképpen ennek az engedélynek a birtokában kezdődött meg a beruházás. Mondom úgy, hogy idén február 10-én a gazdasági bizottság, ami a kiányzó 8,5 millió forinttal megtámogatta a projektet, és itt tulajdonképpen a teljes forrás rendelkezésre állt ahhoz, hogy a beruházás megvalósuljon. Nem nagyon tudják eldönteni az egyfős többségben lévő ellenzék képviselők, hogy mit szeretnének ezekkel a beruházásokkal. Úgy érzem néha, mint az lenne az ő elképzelésük, hogy minél rosszabb, annál jobb itt Szekszárdon. Minden olyan beruházás fejlesztés, ami az elmúlt ciklusban kezdődött meg, azt próbálják lassítani, vagy éppen akadályoztatni. Az elmúlt években már több orvosi rendelőt felújítottunk és építettünk, úgyhogy vinnénk tovább ezt a folyamatot a teljes város vonatkozásában. A végső célunk az, hogy egész a Szőlőhegyig kiérjünk egyébként, ennek egy fontos állomása lenne ez a beruházás. De hát minden mondva csinált okkal, a lakosság felpiszkálásával tulajdonképpen igazából a saját döntésüket próbálták meg annulálni. Aztán úgy néz ki, hogy ez most mindenféle vizsgálattal alá van támasztva, vagy folytatható beruházás, és reméljük, hogy el is fog kezdődni, hamarosan is be fog fejeződni. Mondom, 2 hónap csúszást okozott ez a beruházás esetében. Remélem, hogy az elszámolhatóságát a pénzeknek nem fogja majd befolyásolni, mert azt nem szeretnénk, hogy ezt a
közel 80 millió forintos összeget ezt a város elveszíteni és elbukná. Most két hónap csúszásnál tart az építkezés, hogy ez mekkora pluszköltséget jelent, azt egyelőre nem lehet megmondani. A kivitelezői szerződésben fix árat határoztak meg, viszont a késés nem az építőcég hibája, ezért az esetleges pluszköltségeket akár bírósági úton is érvényesítheti. A lakók tiltakozni tudnak, akadályozni már nem tudják az építkezést, azt az Éjjel-Szekszárd Egyesület teheti meg, ahogy az összes többi tervben lévő beruházást is elgáncsolhatják, mondja a polgármester. A pandémia helyzet lezártával az Éjjel-Szekszárd Egyesület képviselői frakciója újra tudja tárgyalni ezeket a beruházásokat és fejlesztéseket, és döntésének megfelelően akár akadályozni is tudja ennek a megvalósítását és befejezését. Ez nem csak erre az egyre vonatkozik, hanem akár a zöldvárosra, a vakaiskola felújítására. Több olyan szakos projektünk van, sőt, az 5 milliárdos útfejlesztésre is, amely meg a 2 milliárdos ipari park, tehát most összeadjuk ezeket, akkor 8-9 milliárd forintos olyan fejlesztésről beszélünk, ami hiányozni fog a városnak a jövőjéből, és hiányozni fog a munkahelyek megtartásához, támogatásához, folytatott politikánkhoz. Úgyhogy mindenféleképpen én azt kérném, hogy ezek a beruházások ezek fejeződjenek be, és ahogy lezárulnak utána, nyilvánvalóan a következő időszakban már ők fogják tudni meghatározni, milyen elképzeléseiknek a város továbbfejlődését és fejlesztését illetően. Én fogom támogatni, bármilyen beruházást fognak megvalósítani és megtervezni egyáltalán. Én mindenféleképpen fogom támogatni ezeket a fejlesztéseket, amelyek a város érdekét szolgálják. Ács Rezső szerint valamennyi szekszárdinak az az érdeke, hogy azok a fejlesztések, melyeket évek óta terveznek, egészségügyi, szociális, oktatási, infrastruktúrális és gazdasági területen megvalósulhassanak. Fejlesztések, felújítások és rendezvények maradhatnak el jövőre a kis településeken, mert a kormány elvonja az önkormányzatoktól a gépjárműadót, az iparűzési adó befizetésére pedig haladékot kaptak a vállalkozások. Van, ahol attól félnek, még a munkavállalóik bérkifizetésével is gondok lesznek. Nem csak idén, jövőre is le kell mondaniuk az önkormányzatoknak az autók után fizetendő gépjárműadó 40%-áról. Ez a tétel ugyanis szerepel az ország 2021-es központi költségvetését megalapozó törvényjavaslat csomagban. Kétjen a gépjárműadó a helyi adóbevételek 30%-át adja, ez évente nagyjából 3 millió forintot hozott eddig a falunak. A polgármester azt mondja, emiatt fejlesztések maradhatnak el a településen. Ha lesznek olyan pályázatok, amiket ezekből a elvont pénzekből gondoltunk megoldani, itt gondolok mondjuk a játszótérre, akkor, vagy másra akár, akkor igazából úgy annyira nem hiányzik. Viszont ahhoz, hogy a település tovább tudjon lépni, ahhoz nagyon fontos lett volna. Rettenetesen nagy kiesés, tehát ennek a kicsi településnek ez egy óriási adó kiesés. Viszont most ebben az évben egyébként is kivárásos alapon nem nagyon költekezünk, tehát olyan nagy beruházásokat egyébként sem terveztünk, viszont amik ilyen kisebbek, azokat megpróbáljuk megcsinálni, arra a forrásunk, illetve a pénzeszközünk az rendelkezésre áll. Kétjen abban bíznak, hogy a kormány pályázatokkal és a normatív támogatáson keresztül visszaad majd az önkormányzatoknak az elvont pénzből. Erre van is szándék, jövőre ugyanis a tervek szerint 16%-kal több, 118 milliárd forintot kapnak majd az önkormányzatok a központi költségvetésből. Azt viszont, hogy ezt mire költhetik, az állam írja elő. Bogyiszlón rendezvények és épületfelújítások maradnak el az elvonás miatt, sőt, mivel a cégek idén 4 hónap haladékot kaptak a helyi iparűzési adó befizetésére, a polgármester szerint itt még az is nehézséget okoz majd, hogy bért fizessenek az önkormányzati dolgozóknak. Minél kisebb településekre megyünk, annál inkább nincs adóbevétel, annál inkább nincs semmilyen felelhető ipar, és annál inkább kevesebb gépjármű van nyilván. Ezért az intézkedések hát leginkább a kis településeknél csúcsosodnak, és a nagyobb települések az egy picit jobban tudnak valószínűleg korrigálni ebben a kormányzati intézkedésből, ahol az önkormányzatokra így módon számított a központi költségvetés. Ez egy komoly érintés, és azon kívül azáltal, hogy le lett állítva a gazdaság, nyilvánvalóan az ilyen kis településeknek lehet még itt-ott egy kicsi bevétel, mondjuk iparűzési adóból, az nem, eleve nem tud teljesülni az a tervezett iparűzési adó mennyiség, mit
mondjuk mi is beterveztük, hanem annak valamilyen töredéke tud teljesülni. Ez egy másodlagos hatás, amit nem is tudunk bemérni most, hogy az mekkora lesz. Tóth István azt mondja, megközelítően 5 millió forintot vont el a kormányzat a településtől, ami az eddigieknél sokkal takarékosabb működést követel meg. Faddon is jelentős forráskiesést okoz a kormányzati döntés. Fülöp János polgármester azt mondja, a normatív támogatás emelésére vonatkozó pontos számokat még nem látják, ezért egyelőre nem tudnak tervezni. Mi úgy látjuk, hogy egy 20 millió forintos hiány keletkezik a költségvetésünkbe. Ennek a felét különböző takarékossági és tehát beruházások elmaradásával kompenzálni tudjuk, a másik felét pedig majd megpróbáljuk rendkívüli támogatásban elkérni a kormánytól. 20 millió forintos valószínűsíthető hiányunkból 10 millió forint a súlyadó, körülbelül 5 millió forint az idegenforgalmi adó kiesés, és a másik 5 millió forint pedig az iparűzési adóból és a területhasználati díjakból tevődött volna össze, amit ugye most az önkormányzat nem szedhet be. Szálka 15 millió forinttal esik el az adóelvonás és a fizetési halasztások miatt. A gépjárműadó hiányát még át tudja vészelni az önkormányzat, de az iparűzési adó ideiglenes kiesése miatt veszélybe kerülhet a hivatal fennmaradása a falu polgármestere szerint. Az iparűzési adót elveszik, akkor mi nem fogunk tudni nem fogunk tudni működni, nem fogjuk tudni kigazdálkodni. Én nagyon bízom abban, hogy ez nem fog megtörténni, vagy valamilyen szinten kompenzálni kell, mert ha ez nincs, akkor a település fenntartását, működését mi biztos, hogy nem fogjuk tudni biztosítani. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségénél úgy számolnak, jövőre összesen 400 milliárd forinttal esnek el a városok és a falvak. A kormány viszont azt ígéri, hogy a modern városok és a modern falvak programokon keresztül 140 milliárd forintos fejlesztési forráshoz jutnak majd az önkormányzatok. Új elnök helyettes vezeti a szekszárdi törvényszéket. Sárec Róbert közel 3 évtizeden lépett a jogi pályára. Most hivatásról, a terveiről és a családjáról beszélgettünk vele. Sárec Róbert 26 éve kezdett el jogi pályán dolgozni, ám meglepő módon a szekszárdi törvényszék nem régen kinevezett elnök helyettese nem bíróként kezdte a munkát. 94-ben végeztem én az egyetemen, 96-ban nyertem kinevezést ügyészként, illetve neveztek ki ügyésznek. Kezdetben Kaposváron fogalmazóként kezdtem, majd gyakorlatilag a szívem a Szekszárdra húzott, és ennek megfelelően folytattam itt a pályámat az ügyészségen, a városi ügyészségen. És gyakorlatilag a kinevezésem évében, 96-ban már megkeresett az akkori járásbíróság elnöke, hogy nem lenne kedvem a pályámat a bíróság épületében folytatni. Én akkor nemet mondtam, ennek főként etikai okai voltak, hiszen én ügyészségi ösztöndíjasként végeztem az egyetemet, és úgy ítéltem meg, hogy azért ez nem lenne fair. Néhány évvel később viszont újabb felkérés érkezett, amit már el is fogadott Sárec Róbert, így aztán 2000-ben már bíróként dolgozott. Főként elsőfokú ügyek vitelével foglalkoztam, életelleni cselekményekkel és egyéb kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekményekkel. Fiatal bíróként rövid időn belül olyan Tolna megyében nagyport kavaró ügyeket tárgyalt a nemrégen kinevezett törvényszéki elnökhelyettes, mint például a brutális 2003-as bátaszéki benzinkutas gyilkosság. Számos olyan alkalommal és esettel találkozik az ember, ami elgondolkodtató. Elgondolkodtató azért is, mert annak a megértése, annak a motivációjának a feltárása, hogy juthatott az elkövető ebbe a helyzetbe, mi indította arra, hogy azt a cselekményt megvalósítsa, önmagában az már egy kihívás, és önmagában az már egy feladat. Azt, hogy mi tartja az embert ezen a pályán, arra talán azt tudnám mondani, hogy az ügyek sokszínűsége, érdekessége, és pontosan talán azok az élethelyzetek és azok gyakorlatilag fordulatok, amelyekkel az ügy megoldása során szembesül az ember.
2011-ben mérföldkőhöz ért az addigra már 10 éve tartó bírói karrier, akkortól ugyanis már az elsőfokú ítéletek megalapozottságáról döntő törvényszéki tanácselnökként dolgozott Sárec Róbert, míg nem idén megpályázta az intézmény elnökhelyettesi posztját. A pályázatban foglalt fő célkitűzéseimet a hallgatóság számára bármikor meg tudom osztani. Én inkább vezérlő elvekről beszélnék. A pályázatom mottójában is szerepel, hogy egy idézet Vörös Marti Mihálytól: szólj, gondolj, tégy jót, és minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog mosolyogni rád. Ez talán egy olyan vezérlő elv, ami az én ez irányú indítatásomat jellemezheti. Bár Sárec Róbert pályázati anyagában mások mellett személyügyi elképzelések, informatikai és épületfejlesztések, valamint a bírósági dolgozók képzésének bővítése is szerepel, azért a klasszikus ítélkezési munkájától sem akar megválni a törvényszék új elnök helyettese. Ez idáig kizárólag szakmával foglalkoztam, ítélkezés tevékenységet végeztem, most pedig gyakorlatilag egy teljesen más jellegű munkát és feladatokat kell, hogy ellássak. Azzal együtt, hogy természetesen az ítélkezéstől nem tudok és nem is akarok elszakadni, tehát az ítélkezési tevékenységemet továbbra is fenntartom, csak lényegesen szűkebb keretek között. A feladatok olyan sokrétűek, hogy ennek a műsornak a kerete nem hiszem, hogy ezt lehetővé tenni, de utalás szintjén azért talán említhetem, hogy itt az emberekkel való foglalkozástól a gazdálkodásig, az épület fejlesztéstől a karbantartásig, bezárólag a társhivatásrendekkel való kapcsolattartásig, bezárólag nagyon sok minden szóba kerül. Ami érdemi különbség, hogy eddig a munkaidő nagy részét azt tárgyalóban és irodában töltöttem, elnök helyettesi kinevezésem óta gyakorlatilag ez azért megváltozott. Tárgyalóban viszonylag kevesebb időt töltök, az irodámban nyilván többet, de ezen túlmenően azért mobilnak is kell lennem, tehát helyszíni kijárás, bejárásokat kell eszközölnünk elnök asszonnyal együtt. Több olyan teendő van, ami az épületből való kimozdulást is indokolja. A bírói munka rendkívül felelősségteljes és kiegyensúlyozott személyiséget követel meg az embertől, ehhez pedig elengedhetetlen a biztos jól működő családi háttér. Nekem a család jelenti a mindent, gyakorlatilag ők az én abszolút és fix támaszaim. Két gyönyörű gyermekem van, és egy csodálatos feleségem, akik mindig és mindenben támogattak. És úgy, ahogy a kérdés is elhangzott, ahogy az ember leteszi a lantot, és hazaérkezik, teljesen más fogadja. Imádunk sportolni, a mai napig mindenfélével foglalkozunk, amivel csak lehet, túrázunk, futunk, kosárlabdázunk, strandröplabdázunk. Minden olyan tevékenységet végzünk, ami egy kicsit eltereli az ember figyelmét, mind a mellett, hogy természetesen azért a szórakozást sem vetjük meg, szeretjük a baráti összejöveteleket, szeretünk grillezni, szeretünk jókat beszélgetni ismerőseinkkel, hozzánk közel állókkal. Úgyhogy nagyjából ez az, ami ki tudja zökkenteni az embert a hétköznapi rutinból és a hétköznapi, vagy hát főként a munkahelyi rutinból. Mindkét gyermekem már gyakorlatilag felnőtt, hiszen Marci fiam egyetemi tanulmányai mellett már főállású munkavállaló is egyben. Leányom viszont most kezdte egyetemi tanulmányait, illetőleg egészen pontosan első évét már sikeresen abszolválta is Pécsett. Nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk. Marci olimpikon, ifjúsági olimpián képviselte hazánkat judó sportban, Adri pedig számos országos verseny részese, aktív részese és főszereplője volt kézilabdában. A munka mellett a gyereknevelésben és a biztos hátteret nyújtó magánéletben is számíthat feleségére a szekszárdi törvényszék elnök helyettese. Ő maga is sport szerető, hova tovább alapképzettségét tekintve testnevelő tanár. Aztán persze az élet úgy hozta, hogy átképezte magát, és szintén közgazdasági vonalra, közgazdasági pályára került. Úgyhogy
Gyakorlatilag így a gyermeknevelésben szintén mindkét oldalról ki tudta venni a részét, hiszen a sporthoz való kötődése adott volt, a szakmai rész vonatkozásában pedig hát az egyetem alatt tudott segítséget nyújtani mindkettejüknek. Közéleti magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!